Sziasztok, Kocsis János vagyok, és a Whisky Képből jelentkezünk. Most nem egy whiskys adással, ugyanis beadtam a derekamat, már több éve piacon van, meg mindig csak gondolkoztam, hogy na legyen egy ilyen videó, ami nem whiskys, meg stb. Nem vagyok oda ezekért a cukros, üdítős szarokért, de hogy megláttam, hogy ezekben csak így összesen 20-25 kalória van egy egész ízével, azt mondtam, hogy oké, legyen, nézzük meg. Ugye a Logan testvérek dobták piacra, és már hatalmas csiliárdokat csinálnak ebből. Egész világon, hú, ekkora hype, meg nem lehetett sehol se kapni. Nagyon outstockos volt mindenhol, meg különböző ízek, meg vannak olyanok, ahol láttam, hogy ilyen 40 ezerért adnak valahol egyet, mert nagyon limitált, meg csak pár ezer darab van. Szóval sok bullshit, mert ha még egy whisky nagyon limitált, és egy hordó van belőle, hogy valami, azt meg tudom érteni, de egy ilyen cukros szarba, ami lejár két év múlva a szavatosság ideje. Na, mindegy. Ezt a hármat találtam itt a közeli szupermarketba. Nem szoktam neveket mondani. Nincs itt a reklámhelye, és nem adott senki se erre se pénz, se marketing büdzsét. Szóval, igen, meg aki kitalálta ezt a... Igen, nem mondjuk ennek annyira nem. Kitalálta ezt, hogy ne tud letépni a kupakot, az is egy jó nagy hülye volt szerintem. Na, de három különbözőt hoztam el. Ettőnek ugyanolyan a színe. Ez egy trópusi gyümölcsös szénsavmentes üdítőital. Ez egy cseresznyés lájmos kékmálna ízű. Ez meg csak simán kékmálna ízű. Na nézzük ezeket a csuda hype-olt italokat. Ahhoz képest, hogy nincs benne cukor, Stevie annál több szerintem. Hát, eddig nem mondok inkább egy előre semmit róla. Ez bűnédes. Ez azt mondom, hogy ez a Ice Pop, ez még szó-szó. Ez nem olyan rossz. Ez azt mondom, hogy egy évben egyszer meg tudnám inni, de hogyha nagyon víz helyett mást akarok inni, akkor inkább Zero Cola-t iszok, vagy valami hasonlót, de hát nem tudom. Nagy a hype. Amerikában igaz, $1.20, meg $2. Itthon azért 6,99 a legolcsóbb helyen, meg láttam 1200-ért. És a többi, az a Balázs Kixes gyerek is kidobtak a Leventével egy Zord nevűt, hát elvileg elfogyott azonnal. Hát semmi pénzért nem tudnám meginni. Ez a kettő legelfogadhatóbb. Ez. Nem tudom. Írjátok meg kommentben, ha szeretnétek hasonló videót. Mit kóstoljunk még le. Esetleg üdítőből. Vagy valamilyen kajából. Ugyanis szerintem lesz olyan, hogy whisky kóstolás, lepárlók, whisky sok rengeteg. De ha lesz időm, és a nép is ezt akarja, akkor kóstolhatunk valami üdítőket, vagy valami extra italokat, vagy bármi ilyesmit, hogy a csatornán legyen még több tartalom, nem mintha whiskyről nem lehetne gyártani, csak hát idő nincs. Na de köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, dobjatok egy kommentet, hogy szerintetek, ha már kóstoltatok ezek közül, melyik a legjobb, melyiket lehet meginni, vagy melyik a kedvencetek, vagy ha valaki kóstoltam azt a Zordot, a Prime-mal összehasonlítva, vagy melyik a jobb. Na de kövessetek, mindenképp iratkozzatok fel, mert hát ha elérjük végre nagy nehezen azt a 10 000 feliratkozót, és ki tudok sorsolni nektek egy Blantons Goldot. Na szia!